Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2022. június 21-én, kedden, pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Kiskörös is csatlakozott a 20 éves múzeumok éjszakájához. Jubileumi kutyatalálkozó volt a Kiskörösi Kutyaiskolában. A Szellő Rózsa Foltvarrókör is csatlakozott a Varjunk a Szabadban naphoz. 20. alkalommal rendezik meg idén az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét. Mintegy 400 intézmény közel 2000 programmal készül a kerek évfordulóra, köztük a Szlovák Tájház és a Kiskörösi Úttörténeti Múzeum is. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét, a múzeumok éjszakáját a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvége szombatján, június 25-én rendezik meg idén, immáron 20. alkalommal. Ebben az évben a kiállítóterek és gyűjtemények újra koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal, valamint számos meglepetéssel készülnek arra, hogy felejthetetlenné tegyék ezt a nyárestét. Mintegy 400 intézmény, közel 2000 programmal készül a kerek évfordulóra, köztük a Szlovák Tájház és a Kiskörösi Úttörténeti Múzeum is. Június 25-én szombaton az Úttörténeti Múzeumban délután 3 órakor Útépítés terepasztalon címmel veszi kezdetét a Múzeumok Éjszakája programsorozat. 17:30 távközlés a közútkezelő társaságoknál a Kezdetektől napjainkig címmel időszaki kiállítás veszi kezdetét, melyet Mátyus Károly nyit majd meg. 20:30 a Szürke Verebek jazzbandája lép fel, este 10 órakor pedig a Music Story koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők. 11 órakor tűzgyújtás és népzenei táncház veszi kezdetét, éjfélkor tűzkerékgurítás és tűzugrás, hajnal 12:30 pedig Éjszaka a múzeumban címmel zseblámpás tárlatvezetés lesz. A Szlovák Tájházban délután 3 órától látványsütés és szappankészítés lesz. Este 6:30 a Gyógynövények jótékony hatásai címmel tart bemutató Donátné Belák Katalin és férje. 19:30 pedig Pálinkás Szilvia mutatja be Genomba zárt örökség, Javasasszony ükanyám igaz története című könyvét, melynek moderátora Végső István történész lesz. A szervezők úthengerjárattal is készülnek, 15:40 és 18:00 a tájházba, 17:00 és 20:00 pedig a múzeumba indulnak majd járatok. Június 19-én jubileumi találkozóra várta a Kiskörösi Kutyaiskola volt és jelenlegi tanulóit és gazdáikat. Szent Györgyi Alajos, az iskola vezetője megköszönte mindazoknak a munkáját, akik az elmúlt 25 évben hozzájárultak ahhoz, hogy a kutyaiskola működhessen. Jubileumi találkozót szervezett június 19-én a Kiskörösi Kutyaiskola. 25 évvel ezelőtt a kutyaiskola jelenlegi területe a város szélén, az Erdőtáki úton egy elhanyagolt része volt a városnak, melynek rendbetételéhez Szent Györgyi Alajos a barátaival látott hozzá. Egynek se volt iskolába járó kutyája, hanem kimondottan autószereléssel, meg a villamosság szereléssel, meg a karosszéria szereléssel működő kutyás barátokká vált régi munkatársaim, kollégáim, barátaim. Tehát ők, lehet ezt mondani, hogy egyáltalán nem voltak kutyásak, és hát annak idején innen 47 IFA teherautó szemetet vittünk el. Az egészet gyakorlatilag felszántattuk, eltolólapoztattuk, rengeteg földet hoztunk, közel 60 teherautónyi földet hoztunk, bevetettük fűvel. Így alakult meg a kutyaiskola. Az eltelt évek alatt kialakult a családias környezetben a kutyák és gazdáik igényeit figyelembe véve, hogy heti 2 alkalommal, szombaton és vasárnap tartsanak oktatást. A jubileumi találkozón ott volt Domonyi László városunk polgármestere is, aki a kutyaiskola közösségteremtő erejét méltatta, és gratulált Szent Györgyi Alajosnak a kitartó munkájáért. Miután a kutyaiskola volt, és jelenlegi tanulói átvették jubileumi okleveleiket, a diákok is megköszönték Szent Györgyi Alajos áldozatos munkáját. 5 kutyaiskolás gazdit nagy meglepetésként ért, amikor a vezetőjük több éve végzett munkájuk elismeréseként kiképzőnek nevezte ki őket.
Kiskörösi Kutyaiskola igazi oktatója a Szent Györgyi Alajos. De hát neki is mindig vannak családi egyéb olyan problémák, amikor véletlenül nem tud itt lenni. És ugye Ali mottója az, hogy a Kiskörösi Kutyaiskolába kiképzés még nem maradt el. És ilyenkor vagyunk mi, akik beszállunk és megpróbáljuk azt az embert helyettesíteni, akit egyébként nem lehet. Az iskola mind a kutyáknak, mind a gazdáknak egy nagyszerű időtöltés, sport és hobbi. A kutyaiskolások közül többen a környező településekről járnak hétvégente a kiképzésre. Másfél éve kezdtük el a kutyaiskolát, már akkor a kutyám felnőtt volt, jelenleg 5 éves, és nagyon sokat jelentett ez számunkra. Egy picit korábban kellett volna kezdeni, akkor úgy éreztem, hogy sokkal könnyebb lett volna a dolgunk. Sok mindent tanultunk, rengeteg türelmet, odafigyelést, szeretetet kaptunk Alitól, amiért nagyon hálásak vagyunk, illetve a többi kutyaiskolás társunknak is. 25 évvel ezelőtt a kutyaiskola az önkormányzattól kapta a most használatban lévő területet. Nemrégen a város értesítette az iskolát, hogy a fürdőfejlesztés miatt szükség lesz erre a területre, ezért Szent Györgyi Alajos új helyet keresett az iskola számára. A mostani kutyaiskolával szemben az Erdőtálki út másik oldalán megvásárolt 3 hobbitelket. Sajnos nem tudtunk megvásárolni többet, mert több területre lenne szükségünk. Reménykedünk abban, hogy a tulajdonosoknak megesik a szíve rajtunk. Nagyon sokan nem is használják a területet, és gyakorlatilag ő nekik még, hogyha azt mondjuk, hogy befektetés is, mi megvennénk, befektetés lehetne a pénz is ugyanúgy, viszont nekünk meg nagy szükségünk lenne rá. A hagyományoknak megfelelően elkészült a tabló is a 25. születésnapra, majd a kutyák és gazdáik engedelmességi bemutatót tartottak. Az osztrák Foltvarró cég 2009-ben kezdeményezte a Varjunk a Szabadban napot, amire mindig június 3. szombatján kerül sor, idén tehát június 18-án. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a Szellő Rózsa Foltvarró kör. Az érdeklődőket Kiskörös főterén a Petőfi Sándor Művelődési Központ mellett várták a Foltvarró kör tagjai. A Szellő Rózsa Foltvarró kör márciusban és áprilisban nyílt napot szervezett azoknak, akik szerettek volna megismerkedni a patchwork technikával. Húsvétra készülve hungarocell tojást készítettek foltberakással, majd anyák napjára nárciszok és tulipánok kerültek ki a tanulni vágyók kezei alól. Június 18-án szombaton a Petőfi Sándor Művelődési Központ mellett gyűltek össze a profi foltvarrók és lelkes amatőrök, hogy újabb technikákat tanuljanak meg a Varjunk a Szabadban elnevezésű napon. Ez egy nemzetközi akció, ez a Varjunk a Szabadban, és most az országban nagyon sok helyen tartanak a foltvarró csoportok ilyen szabadban varrást, és hát népszerűsíteni szeretnénk a foltvarrást az országban, mert egyre több az idős köztünk, és nagyon szükség lenne a fiatalokra és az új foltvarrókra. Az eseményen, mint az elmúlt nyílt napokon is, egy apró, kézzel varható munkadarab készült. Most indul a levendula szezon, így a szervezők úgy döntöttek, hogy levendulával töltött illatos babák készülnek ezen a délelőttön, amit még a két legkisebb résztvevő is el tudott készíteni. A varráshoz szükséges anyagokat, eszközöket a foltvarrókör biztosította. A Szellő Rózsa Foltvarrókör már javában készül a Petőfi 200 emlékév kapcsán megrendezésre kerülő kiállításra is. Készülünk egy közös nagy munkával, amin a város épületeit fogjuk megjelentetni. Ezen kívül egy versnek az illusztrációját egy közös munkával szeretnénk elkészíteni. Ez a csoportvezetőnknek, Nagyanitának az ötlete alapján készül el, és még mindenki, keressük a verseket, hogy mi ad ikletet, hogy mi az, amit meg tudunk valósítani. A Varjunk a Szabadban napon a szebbnél szebb munkák elkészítése mellett jutott idő ismerkedésre, beszélgetésre. Igazán jó hangulatban telt el a szombat délelőtt. A Szellő Rózsa Foltvarrókör szeretettel vár minden lendő foltvarrót vagy varrást és kreativitást kedvelőt tagjai sorába. A Kiskörösi Bem József Általános Iskola diák önkormányzatának több feladata is van a tanév során. A legjobban azonban a Dök nap megszervezését várták, mely idén június 14-én valósult meg az intézményben. Idén is megszervezték a már hosszú évtizedekre visszanyúló diák önkormányzati napot a Kiskörösi Bem József Általános Iskolában június 14-én. Alsó és felső tagozat közös és közkedvelt programja a zsibvásár.
és idén a felsősök is árulhattak, ez volt a kívánságuk, úgyhogy reggel 8 órától zsibásár volt az udvaron. Itt a gyerekek a megunt játékaikat, fociskártyákat, de még nagyon finomabbnál finomabb süteményeket, amiket az anyukájuk csinált, kézi, vagy ilyen házi limonádékat, könyveket, megunt játékokat árultak. Ezt követte az alsósok évfolyamonkénti akadályversenye, valamint a felsősök több állomásos vetélkedője. A név végén a vakációhoz közeledve nem annyira a tanulásról szól, hanem a játékról, egy kicsit a bohémkodásról és a viccelődésről. Hát vannak puzzle-s feladatok, tehát kirakó híres magyarokról, talán ez az egyetlen, ami egy kicsit ilyen komolyabb. Akkor vannak ilyen zenefelismerő játékok, lufi borotválás, a kisebb ilyen vizes akadályversenyek, célbadobás, tehát nagyon változatos sokrétű. Ezeket mind a diák önkormányzat tagjai találták ki, és egy-egy állomáson egy-egy osztály tanulói azok, akik ezt megszervezték és levezetik. A gyermekek aktívan, nagy lelkesedéssel vettek részt minden feladatban, amit Csokoládéval jutalmaztak a nap végén. A diák önkormányzat tagjainak egyébként a tanév során több feladatot is el kell látnia. Tartanak diák közgyűléseket, ők szervezik a farsangot és a dök kirándulásokat, de a legjobban mindig a dök nap megszervezését várják. A JP Team Sportlövész Egyesület legeredményesebb sportlövője Maglódi Norbert lett, aki a klub színeiben 4 országos bajnoki címet is szerzett az elmúlt időszakban. A junior versenyző a Felső Tárkányban rendezett bajnokságon nem csak korosztályában, de a felnőttek közt is szerzett aranyérmet. A JP Team Sportlövész Egyesület legsikeresebb versenyzője Maglódi Norbert, aki az MDLS Steel Challenge országos bajnokságról 4 aranyéremmel tért haza. A juniorok közt versenyző sportlövő korosztályában 3 bajnoki címet szerzett, és már felnőtt kategóriában is sikerült első helyen végeznie. Az idei országos bajnokságot Felső Tárkányban rendezték meg, ez egy 5 pályás verseny volt. Junior kategóriában 3 szám indult el, ott mind a 3-at sikerült megnyernem, illetve a felnőttek között kiskaliberű puska nyílt irányzékban lettem országos bajnok, a puska irányzékban 2. lettem, a 2 pisztoly számban pedig egyaránt 4. helyezést értem el. Az idei junior kategóriában elért bajnoki címek azért is kiemelkedőek, mert jóval több versenyző nevezett, mint korábban. Idén egyébként sokkal több junior gyűlt össze, mint a tavalyi országos bajnokságra. 2 darab nagyobb klubban, akik ugye nevelnek ki fiatalokat, az egyik az a Celeritas, a másik pedig mi vagyunk. A juniorokhoz képest viszonylag nagy előnyöm van a puska számokban, pisztoly számokban viszont ugye tavaly is 2. lettem csak, idén viszont sikerült megszereznem az első helyet. Korosztályában most utoljára versenyzett a fiatal tehetség. Jövőre már a felnőttek közt kell, hogy megállja a helyét. Igaz, juniorként a kiskaliberű puska nyílt irányzék kategóriában kiváló eredménnyel már most maga mögé utasította a felnőttek mezőnyét. Ez volt tavaly is a célom, hogy a felnőttek közt is legyen egy országos bajnoki címem, és az idén sikerült is. Ráadásul nagyon szép módon is, ugyanis országos csúcsokat is sikerült beállítanom. Nagyon büszke vagyok az eredményemre, ugyanis tudom, hogy kemény munka van mögötte, és rengeteg felkészülés. Egyaránt ugye technikailag lövészeti edzéseken is vettem részt, és mentálisan is próbáltam fejlődni rengeteget. Norbert hétközben egyszer járt ki a lőtérre gyakorolni, a hétvégéket pedig folyamatosan versenyeken vagy edzéssel töltötte. A bajnokság előtti héten már minden nap a lőtéren volt. Az edzésmunka nem állhat meg, ugyanis a felnőttek mezőnyében a sportoló már a szeptemberben megrendezésre kerülő Közép-Európa kupára készül. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Kiskörös is csatlakozott a 20 éves múzeumok éjszakájához. Jubileumi kutya találkozó volt a Kiskörösi Kutyaiskolában. A Szellő Rózsa Foltvarrókör is csatlakozott a Varjunk a Szabadban naphoz. Döknapot tartottak a BEM iskolában. Maglódi Norbert 4 aranyérmet szerzett lövészetben.
Kedves nézőink, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, legközelebb új híradóval holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor és holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskörös.tv.hu oldalon vagy a közösségi médiának. Maradjanak velünk, hiszen Naprakész című műsorunkban Schiffer Tamás, a Körös.com és a Körös Szag Nonprofit Kft. 2021 évi tevékenységéről szóló beszámolóját tekinthetik meg, mely a május 25-i képviselőtestületi ülés egyik napi rendi pontja volt. Ezt követően Petőfi tér című kulturális magazinunkat láthatják. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is. Viszontlátásra!